2021. július 9-e Ebes, az Ebesi Jóga Kertben vagyunk, ahol az elkészült új komposztálót lehet megtekinteni. Ez az első ilyen kis munkám ezzel a fajta fonással, és a lényeg az, hogy ez a kis komposztáló, ez a kerti hulladékokat, zöld hulladékokat, különféle kiszedett gyomnövényeket, konyhai hulladékot és a komposztoaletnek a tartalmát fogja átalakítani. Tökéletes komposztföldé. Komposztorgi lisztákat fogok még majd beletenni őszre, és utána szerintem, meglátásom szerint ez úgy fog működni, hogy jövőre, mikor megtelik majd ez az egész komposzt, akkor innen felülről patiszon, cukkéni tök fog kifolyni, tehát fölülre azt ültetek, itt az oldalsó részekbe pedig különféle virágmagokat fogok majd bedugni, és ezek a virágok fognak majd itt kihajtani. Tehát terveim szerint ez egy olyan komposztáló lesz, ami csodálatos, virágos lesz a közeljövőben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, majd egy év múlva mit mutathatok nektek. További szép napot mindenkinek, és jó kertészkedést! Játsszatok ti is a kerti különféle gajakkal, ágakkal, nem kell őket elégetni, lehet alkotni belőle ilyen dolgokat is. Legközelebb majd kicsit szabályosabb alakút fogok alkotni, de a lényeg az, hogy minden hulladék faágat felhasználtam erre a célra. És a többi, ami még van, az pedig majd jön bele ebbe a komposzthalomba. További szép napot mindenkinek!